Hát akkor ezt fölvisszük. Mit csinálsz? Áú! Joe, te kibaszott bohóc! Na tehát itt is vagyunk az Alien Isolation-nek a 9. részével, és szép napot mindenkinek, kivéve annak az egy embernek, aki kitalálta, hogy szombaton iskolába kell menni. Tehát akkor folytassuk is ottól, abba hagytuk, ami akkor volt, hogy elindítottunk egy evakuációs cuccost, és hát most vissza kell mennünk oda, ahol ugye voltunk, ahol ugye volt egy zárt ajtó, ami csak akkor nyílik ki, hogyha valami baj van, és most elindítottunk valami bajt, úgyhogy most vissza kell mennünk az ajtóhoz. Akkor, amikor ti ezt a videót nézitek, akkor én már valószínűleg láttam a filmet. Ma este, tegnap este nektek, amikor nézitek ezt a videót. Tegnap este néztük meg a filmet szerveren. Az, hogy milyen volt, arra nem tudok még véleményt mondani, mert nem láttam még. Biztos jó lesz, mert hát mondtátok, hogy jó. Úgyhogy kíváncsi vagyok rá igazából. Elvileg sok infót megtanulunk a játékból vele kapcsolatban, úgyhogy várom. És akkor nézzünk csak át itt Ventelbe. Valaki azt írta, hogyha a revolvert a kezembe tartom és nyomva tartom a röbetűt, akkor egyszerre tölti be az egész tárat, amit nagyon köszönök, ez hasznos info. Valamint valaki azt mondta, hogy ha a radarom halványan jelzi az alient, akkor az alien Ventel. Én nem láttam különbséget igazából a halványsága között a kis pöttynek, amit jelez mindig a radarunk, úgyhogy nem vagyok ebben 100%-ig biztos, hogy ez így van. De aztán az is meg lehet, hogy csak szimplán nem figyeltem arra, hogy mennyire halvány. Ez egy teljesen valós opció igazából. Most visszajöttünk ugyanabba a szobába? Én az egyik legkicsezett okosabb ember vagyok az egész földön. Ez nem nyílik. Az ott egy Joe Mama. Ez nem nyílik. Tehát jó irányba mentünk eredetileg. Brr. Eljött az alien valahol, úgy hallom. Mindegy. Látom, hogy most tuti, hogy halványabb a pötty, ami gondolom azt jelenti, hogy nem egy szinten van velünk ez a pötty igazából, hanem azt jelzi, hogy halványabb. Most gondolom azért halványabb, mert hát brr, nem vagyok a földszinten. Valamint azt is írtátok, hogy a radar pittyegés ide vonza az alient, amit jó tudni, azért vett észre akkor múltkor. Ez a zsákutca, tehát akkor itt mindenképpen jó irányba vagyunk. Jó, készen is ment. Egy probléma van, hogy most szerintem lejött, és nekünk át kell mennünk egy nagyon-nagyon nagy körben, kivéve, hogyha itt el tudunk menni. Nem. Tehát akkor erre fel kell nekünk menni egy hatalmas nagy körben igazából. Kemény vagy, fater? Ennek már vége. Jó, ez a halál az igazából a saját hülyeségem miatt történt, úgyhogy egyetlen ember tudok okolni, az még pedig magam vagyok. Úgyhogy akkor most viszont instant menjünk errefele, anélkül, hogy megvárnánk, hogy leugorjon ide az alien. És akkor ő vele ott mit kezdjünk? Semmit nem kezdünk, mert útközben belesétálok egy olyan ventbe, ahol éppen ott van az alien. Tehát, harmadik a magyar szerencse. Hogyha minden igaz, nem tudom. De valami ilyesmi a... Mi is a mondás? Három magyar igazság. Így van. Tehát... Kikerüljük a ventet. Bejövünk valahova. Nem, még egy vent, basszus. Miért kapál most az összes ventnél? Most miért csinálja ezt? Tehát akkor ez azt jelenti, hogy most egyébként futhatok, csak a venteket kell elkerülnöm? Annyi fix, hogy ő mindig annál a ventnél... Itt viszont mi nem tudunk kimenni, basszus. Mit írt ki? Valami collect, nem tudom mi volt. Az, ID. Elspannolt? Elspannolt. Jól van, ennek viszont örülök. Ennek viszont nem. Kemény vagy azért, fater, csak úgy random megjelensz, hogyha úgy gondolod. De közben meg mégsem jelenik meg, tehát hogy mi van?
random hangokat ad ki, aztán eltűnik, aztán megjelenik, aztán eltűnik, aztán... Aztán mi van? Kemény vagy azért te is. Vagányan űzöd. Aha. Kis távolságot zársz velem, vagy most akkor elmész, vagy mi lesz? Hál' Istennek zárva van az ablakom. Utálok úgy videót venni. Több mint egy hónapnyi mindennapi videózás alatt a mai napig utálom azt, hogyha úgy veszek videót, hogy valaki hallja, amit mondok. Tudom, hogy ez baromság, mert amit kirakok az internet, azt is hallja akárki. De úgy nem szeretem, hogyha való életben hallja valaki, amiközben veszem a videót például. Én azt úgy nagyon-nagyon utálom. Alapjáraton nem szeretem, hogyha valaki hallja a hangomat való életben. Nem tudom miért. Nem szeretem használni a hangomat. Jó, nem lehet őt megrázni. Vagy csak mellé jutottam, az is egy lehetőség. És most akkor ugye nem úgy mentettem, hogy beszívtam. Tehát... Ugye nem lokkoltam, ugye nem széveltem bele egy softlockba. Ja, jó, mentéspontoknál respawnol az alien, ezt elfelejtettem nektek mondani. Erre úgy tegnapról rájöttem. El is ment. Vagányan űzöd, még mindig. Elment, de mégsem, és akkor játssza velem a gyereket, basszus. És tehát nem akar elmenni. Most nem jó. Most ott van nagyon-nagyon közel a túloldalt, szerintem. Hoppá, bocs. Lehalkítom majd, mert ez iszonyat hangos lesz. Beleütöttem a mikrofonomba. Kemény vagy. Jó, tehát elvileg egyébként azt mondtátok, hogy lát a xenomorf, de rossz a látása. Szobortax nagyon adja. Adja-e a szobortax? Most szagolgat. Szagolgat körbe a szobában. Jól van. Adta a szobortax. Tehát ténylegesen egy működő és lehetséges dolog az, amit csinálsz ebben a játékban, az, hogy egy helyben állsz igazából. És tehát ilyenkor sem kell szerintem elbújnom előle, mert úgyse lát. Tehát értitek, hogy értem. Csinálok egy jobb safe spotot, mert ez nekem nem tetszik. Mondjuk így se jobb igazából annyival. Ami nekem szükségem lenne, az igazából, hogy eltűnjön a frázba. Jó, próbáljuk be igazából, nincsen jobb opcióm. Most fényes, tehát most lent van a földszinten. Lehet-e hallani, hogy trappol? Annyira... Nem, jó kimenetben van bedugva a fülesem. Annyira szutyok a hangminőség most valamilyen nekem. Valószínűleg azért, mert ez a háttérzaj, ez elveszi a hangot, tehát ez a radar, igen. Jó, itt van mi nekünk a... Semmink, mert visszafordult az alien. Nem tudom, miért szereti azt csinálni velem, hogy kibéjten, aztán visszafordul. Ezt nem szeretem. Figyeljetek meg, kimegyek és elindul felém. Én megmondtam. Ebben jó, ebben az egy dologban jó. Közben azért lootolunk, mégsem. Jó, úgy tűnik mégiscsak meggondolta magát. De aztán tehát az van, hogy figyeljétek meg, hogy mégiscsak meggondolja magát megint. Hova megyek amúgy? Kemény, minden a legnagyobb rendben van szerintem. Ventelt, tehát a venteket kell most néznünk. Plafonon ventet mindenképpen kell nézni. Az ott nem jó. Az ott leugrott. Én ide bujok. Kemény azért, keményen tolja. Na se baj, ezt így bent túléljük. Ideben nem hiszem, hogy bejön. Jobb lenne, hogyha valami normális elbújó helyen bújnék. Oppa, oppa. Azért a timingnek a nagymestere vagyok, tudjátok. Ez a második nevem, hogy T. Kevin, Timing Kevin. Ez egy tervrajza a helynek?
Jól van, tehát ő most itt van. Én nekem nagyon-nagyon hangos ez a háttérzaj. Én nem hallok úgy nagy... Jó. Viszlát, I guess. Tehát hova is kell mennünk? Itt kimegyünk. És akkor balra lesz egy kicsi ajtó, és akkor azon a folyosón végig, és ott le. Jó, jónak hangzik, toljuk csak ezt a taxot. Kimegyünk, balra lesz egy kicsi ajtó. Itt végig megyünk. És akkor itt megint balra, és erre fel kell jönnünk. És akkor itt már szerintem nem is jelenhet meg az alien, mert itt vagyunk a végén a pályának, elvileg. Cutscene. Az Isten verjen meg. Kemény azért. Kalap, kabát, Ripley meghalt, vége a játéknak, viszontlátásra. Túléltük. Ó. És így menekülünk meg az alientől, tehát akkor ez gyakorlatilag bemutatta, hogy megéri használni az EMP gránátokat, mert tehát azok működni fognak. Climb, kemény, jó tax. Gondolom, hogyha itt nem spawnolom, akkor megdöglek szerintem. Ja, move keys up, jó. Jó, mi nem magasabbra kell másznunk ezen a... Nem tudom, ez reaktor vagy rakéta? Spam-e? Jó, itt felhúzzuk magunkat, kemények vagyunk, kigyúrtuk magunkat erre az egy pillanatra. Hadd menjek fölfele? Jól van, az nem jó. Kemény. Ez valamiért emlékeztet engem a Subnautica nevű játéknak az endingére egyébként. Amikor elszabadulsz a rakétával. Jó. Az egész helyszín... Engem, meg az egész felépítés, most jöttem rá, hogy hasonlít a Subnautica-ra egyébként. Főleg azért, mert az is ilyen skifi futurisztikus cucc. Na jó, azért azt meg kell vallani, hogy Ripley elég erős, hogy ennyit tud mászni egyébként. Tehát az azért kemény, jó, mondjuk ahhoz, hogy ilyen űr helyen dolgozz, ahhoz gondolom azért eléggé ki kell gyúrnod magad, vagy valami ilyesmi. Gondolom van valami fizikai teszt. Jól van, haladjunk mi csak előre? Szerintem kibagoltattam a flashlightomat, mert nem fogy neki az eleme. Nem problémázok vele, nem azt mondom, hogy bajom van, csak mondom, hogy annak szerintem fogynia kéne. Az, ami tetszik, hogy... hogy animáció közben is lehet állítani a flashlightot. És ugyanúgy nem fogy neki az eleme, szerintem... kibagoltattam talán? Ötletem sincs, semmit csináltam vele. Bab. Agent. Hol vagyunk? Nagyon jó. Boys! Megyünk vissza. Mi van? Most miért is ott jelzi nekem? Ti láttátok ezt az achievementet? Ez az achievement, ez látszik nektek felvételen? Miért a jobb alsó sarokba jeleztem azt az achievementet? Nekem nem oda van be. Szerintem azért, mert utoljára nemrég néreztem kontrollerrel, mert mondom, unatkozom, mit csinálok, nekiállok nérezni. Kontrollerre megmondtam, hogy sokkal jobban szeretek játszani, mint billentyű meg egérre, meg kényelmesebbnek találom, mert hátra tudok dőlni közben. Tehát... valószínűleg azért jelzi ott. Na, visszatértünk. Tehát akkor gondolom ventelünk. Az így szerez füstmérgezés gyorsan egyébként. Úgy hívják. Mondjuk itt bennit úgy látszik, vannak ilyen levegőszívószerűségek, levegőtisztítók. Compound B. Úgyhogy jól tudom, itt vannak levegőtisztítók, mert azokat nem kapcsoltuk le, úgyhogy ennek örülök. Scrapre nincsen jelenleg szükség, viszont azért medkitet azt craftolok, hogyha arra van igény. Köszönöm szépen. Craftolok egy pipe bombot is, ami úgy nézek ki, hogy a C4-nek a szebb megnevezése. Akkor, hát miért ne legyen egy C4-ünk is egyébként, tehát why not? Flare, tényleg, le... Mégse bagoltattam ki a flashlightot, most kop nullán van, de működik. Szerintem ez a flashlight, ez nem nagyon működik. Itt most Joe-k vannak? Save point! Mögöttem ajtónyitást hallottam, de save point.
Ott nagyon-nagyon turkál, itt tőlem 30 méterre van. Tehát mire van nekünk most szükségünk? Itt hátrafele van a... az a hely, ahol ki tudunk menni, és nem tudunk arra fele menni sajnos, úgyhogy akkor visszafele... To synthetic fluid plant, igen, de nem tudok arra fele menni igazából. Ővelük ott gondolom bajom lesz. Restore-olnunk kell a power-t, tehát ővelük ott gondolom bajom lesz. Ez a flashlight, ez broken. Innen jöttem. Tehát technikailag miért nem mehetnék el erre? Csak azért mondom, mert mögöttem van amúgy az alien. Ja, határozottan ott volt mögöttem az alien, úgyhogy akkor mondom, miért nem jöttek el erre? Szerintem én... Oké, Lek mondta, hogy nem lehet összetalálkozni ezzel a vadállattal itt benne ebbe a vendben. Mahoney, thank God. We got jumped. Looters. We're trapped. Elevator's out. You're right by systems and synthetic storage. There's all kinds of stuff to fix it. We don't know where to look. Boot up a requisitions android. Is he insane? Peterson wants to know if you're fucking insane. Those things have started attacking people. They're friendly unless you do something unauthorized. Talking to an android in the warehouse should be fine. It'll know how to fix the elevator. Okay, Francis out. Asshole. Should be fine. Well, I'm sure as hell not making new best friends with one of those things. Ne is inkább. Csináljuk egy noisemakert is, mert azt utoljára, amikor használtuk, akkor eléggé jók voltunk vele. És tehát akkor... mi nekünk is gondolom, az ott a célunk. Az a vent, gondolom. Mert tehát, find an alternate elevator, tehát egy másik liftet kell... Rossz gomb, inventory-t akartam. Hát cigarettázni kéne, ha? Sajnálom, nem tartok magamnál cigit. Nem mész el innen, mert fejbe puffantalak. Na ja, itt mindenféle hangok vannak a ventekben igazából. Sőt, minden is van itt, nem csak hangok a ventekben. Vannak itt lények is a ventekben, mint például most jelenleg én. A flashlightot azt szerintem ténylegesen kibagoltattam, tehát kop nullát mutat, nyista, nyet, nothing, niemand, de nem az a senki, nem tudom. Nincsen benne elem, de műkszik. So, what do we do now? Hold on. What did you think that noise was we heard earlier? Sound like an explosion. At the time, az volt. Tényleg egyébként mi okozta? Oh. Can you believe that? It's got to be crazy. Maybe that's the answer. I heard that Waits has some kind of safe haven up near. Arra fel kell mennem, gondolom. Did you not hear what he said? Crazy fuckers blowing stuff up. No thanks. Hát ja, nem tudok kimenni. Jó, tehát ő itt áll fix. Akkor én... Én miért nem mehetek ki? Ja, tehát, hogy egyszer jelenik meg az a gomb, hogy kimenj, és utána eltűnik. Takedown-olni tudok? Nem tudok takedown-olni. Egy probléma van, ez valószínűleg hallotta az alien. Tehát... Igen, és tényleg betölti őket magától, addig, ameddig... így is el lehet intézni őket, szerintem. Ez is egy lehetséges opció arra, hogy elintézik az itt lévőeket. Ja, és mindez amiatt történt. Mindez amiatt történt, mert a létrát a rossz felén próbáltam megfogni. A létrát a másik oldalról kell megfogni, basszus. De tényleg, hogyha fölfele mész, belemennél egy falba, mit gondoltam? Tehát ő most... Ő most itt. Pontosan itt.
Na? Mi lesz? Mi lesz, Alien? Te döntesz. Én ahhoz fogok alkalmazkodni, amit te csinálsz. Csak ne gyere rám a vendbe, akkor telerakom a gatyám. Kíváncsiak, az Alien vajon tud-e lejönni ide, meg vajon felmenni ventekbe? Erre vajon képes-e ő? Szerintem nem, az már iszonyat brutál lenne, de aztán ki tudja, ebben a játékban most már bármit kinézek. Tehát most jelenleg ki kellene mennünk, és felmászni ezen a létrán. Jó, próbáljuk meg. És tényleg a túloldalra kell hozzámenni a létrához, basz, és akkor egy hülye vagyok. Feljöttünk, srácok, akiket miattam öltek meg lent, mert nem tudom, hogy kell használni egy létrát. Csuklom. De jó. Tehát, most nézem, hogy görgővel amúgy lehet cyclozni az inventory-ban, hogy ezt miért nem gondoltam alapnak, azt nem tudom. Valószínűleg azért, mert látjátok a, igen, az itemeket? Tehát alig görgettem az egeremet és össze-vissza pörgött, mert nem tudom miért, de ezen az 502-n ezen valamiért hogy mondjam? Tehát diszinkelődve vannak a cuccok. Csináltok majd egy... Szeretnénk majd csinálni egyébként egy olyan videót, ahol ilyen 100 random haszontalan infót mondok el magamról. Ilyen baromságokat. Teljes mértékben baromságokat. Tehát soha az életben nem fogjátok használni őket. Ilyen iskola 2.0. Tehát valami olyasmit szeretnék, ilyen 100 random tény rólam, meg szerintem beszélhetek erről az egérről egyébként, mert most már egy jó ideje megvan, és annyi problémám van vele, hogy ez nem igaz, de azon belül nem akarom lecserélni. Mert jó, nagyon is, csak fellépnek vele olyan alapproblémák, amik szerintem nem tellene se sok pénzbe, se sok alapanyagba, se sok semmibe a Logitechnek, hogy kifixelje. Tehát Logitechnek ez az egere. Az 502 a legeladottabb egérmodell az egész Földön. És olyan problémái vannak, amik olyan alap dolgok, hogy ez nem igaz. Tehát az mi? Tehát pénzügyi bals. Tehát pénzügyi bajba voltak, akikről itt szó van. Mert investelni akartak, be akartak fektetni valamibe. Csak nem volt, ami befektessenek. Bottom line is, I gotta look after the money, buddy. I hired you because you were the cheapest, not the best. Find a way to bring these costs down, huh? Ransom out. Mennyire érdekes, hogy az volt a neve a Palinak, hogy Ransom. Tehát az a neve a fővezetőnek gyakorlatilag, hogy Ransom, ami hát angolul arra fordítódik le, hogy zsaroló. Tehát mennyire ironikus már egyébként. Na? Ventel, nagyon. Viszont én nem látom azt, hogy halványabb lenne a kör. Nem tudom, hogy mennyire volt igaz, amit mondtatok. Biztos, hogy igaz volt valamilyen szinten. De én nem látom most jelenleg. Ebben a szobában ebben nincsen vent, úgyhogy biztonságban vagyunk. Viszont én jobbra hallok egy safe pointot, és ezt minél előbb el szeretném érni. Pontosan ezért. Ott egy vent. Az ott nekem se nekem nem jó, se a világgazdaságnak, se a állami ügyeinek a világnak, semminek nem jó az ott, hogy ott van, de ott van. Sőt, az se jó semminek, hogy itt van ez az Alien. És kijövök, és elindul felém, figyeljétek, megmondtam. Elszpannolt. Mégis van Isten. Let's go, let's go, let's go. Ha. Save game. Let's go. Ez az. Jól van, tehát szevasztolink. Jézusom. Tehát ő szövegeket írt a Joke-nak, akik itt dolgoztak, és az volt a probléma, hogy túl sok dolog volt a storage-ben, tehát a raktárban túl sok információ volt, de átnézték őket, és van egy-két ténylegesen értelmes és fontos dolog ott benn. Ha.
Érdekes. Valami kis szenzor esetleg, az nem a... Tényleg ezeknek mi volt a neve régen tévében, mert én nem vagyok annyira öreg, nem jártam akkor, amikor még létezett az, hogy műsorszünet. Mi nálunk meg mai világban, mert most már ugye az van, hogy amikor akarod, megnyomsz egy gombot, aztán lesztrémeli neked valamilyen szolgáltatás. Ezeknek mi volt a címe? Tudom, hogy vannak azok a színes kockák, amik vágáskor szoktak bevágni, amikor valami van. De annak elvileg az a neve, hogy műsorszünet. Mikor volt műsorszünet és miért? És ez miért nincsen már esetleg? És Smoke Bomba level 2. Save. Pak. Elszpannolt szerintem az urunk. Hát jól van, mögöttem végül is lejött. Jól van. Örülök, hogy az alien most jelenleg totál rossz irányba megy. Annak, hogy kifejezetten örülök, és mi nekünk most mi jelenleg a célunk? Tehát az, hogy visszakapcsoljuk itt lenne az áramot. Vagyis hát nem kifejezetten itt lent, mert nem tudjuk, hogy hol kell visszakapcsolni az áramot, tehát annyira az nem tetszik. Tehát annyi a lényeg most jelenleg, hogy vissza akarjuk kapcsolni az áramot. Hogy el tudjunk ugye menni azzal a lifttel. És akkor ez itt most egy ilyen kis open world-ös szegmens, ahogy látom. Hoppa. Azért nem hiszem, hogy egy doboznyi töltény az egy darab revolver ammótáról. Most tudom, hogy most már csak egy kicsi dolgokba kötök bele, de azért, mert nem tudok már nagy dolgokba belekötni, mert ennek a játéknak tökéletesek a nagy dolgai. Jesszusom. Tehát itt a cégnek a jövőjéről beszélnek, stb. Ezt hallgassam meg ezt a VIP vizetet? Tehát nagyon fontos emberek jöttek és fontos ajánlatot tettek, aminek Sevastopol örült volna, hogyha sikerül. Mert ilyen gazdag emberek, tehát VIP-k akartak idejönni. Viszont ahogyan hallom, szerintem nem ment jól ez akkor, hogyha, hát hogyha ekkora... Hogyan is hívják ezt? Hogyha ekkora csőd lett a Sevastopol. Jézus Istenem, ez nagyon remélem, hogy nem kell hozzáérnem. Ez viszont nagyon remélem, hogy device invalid, kemény. Hát jó. Hackkelhetünk egyébként? Régen hackkeltünk. Nem. Jézusom, mi van itt? Ha? Mérges gáz. Kemény. Flashlightom azért működik úgy, hogy nulla elemen van egyébként. Jó. Nagyon rotyog ez. Meg itt hallom a kamerákat. Jó, tehát medkit. Mert Iko bajnok vagyok. Se baj, benyomunk egy octane medet, és akkor mehetünk. És hát igazából akkor le. Tehát annak akkor gyakorlatilag semmi értelme nincs, hogy mi itt vagyunk ezen a szinten. És akkor tehát menjünk akkor erre. Kemény amúgy. Jól van, tehát egy raktárba kell most bemennünk. Ez ugye nem fog kinyílni valamikor. Keresnünk kell valamit, amivel fel tudjuk kapcsolni az androidnak az áramját. Ez nem hiszem, hogy tetszik nekem ez az ötlet. Hú, hát egy picit nyugodtabb lennék, hogyha olyan androidok... Picit nyugodtabb lennék, hogyha olyan androidokkal lenne dolgunk, mint amik a Detroit Become Human-ben vannak egyébként. Az valahogy nekem jobban tetszene így az egész szem belül. Kérem azt... Azt is kérem. Nem tudom mi ez. Security Access Tuner 2! Jó, tudunk újra hackkelni, boys. És van egy új szenzorunk is. Jó, akkor... Jó, nekünk nem hiszem, hogy alien ide nem tud lejönni. Nem létezik, hogy ekkorát tud droppolni. Ezen kívül, szerintem nekünk az égvilágon semmi dolgunk nincsen itt lenn. Azt kell, hogy mondjam.
Szerintem visszafele kell mennünk oda fel, mert ott fel lehet valószínűleg bekapcsolni. Csak mi nekünk ugye nem volt meg az upgrade-elt hackkelő unitunk, ami most már megvan. Tehát teszek egy kört. Sutty. Ide most szépen foppáré. Így is van, így is van. Szévelünk még egyet, azt tetszik egyébként, hogy egy, kettő darab save pointot így totál egymás mellé raktak el, ez érdekes, tehát. Na se baj, hackkeljünk, de előbb ne azt. Előbb minden mást kivéve azt, amit lehet. Előbb ezt hackkeljük. Hogy mi van? Ez, és ez. Még mindig 0 per 3-at ír, pedig most már 4-et kell beütni. Hát ez egy eléggé L-game. Scrap-et azt azért összeszedjük. Nézzük meg ezt a Sevastolinket. Tehát az emberek, akik csődbe akarták vitetni ezt az egész Sevastopolt, azoknak hozzáférésük volt a felszereléseikhez, meg a raktárjukhoz. És hát Smite ezek szerint kilépett. Vagyis hát nem kilépett, hanem feladta ellenük a harcot gyakorlatilag, és elment berúgni Gillennek a bárjába. Jobb sztori, mint én nekem az egész életsztorim eddig. Kaptam még egy achievementet. Miért ezt tényleg én nyomjam meg a controlleremnek középső gombot? Szó szerint nincsen rákötve a controllerem, nem világít. Kielemezték az androidokat, tehát ahol figyelték őket. Az elromlott a lift, és tehát nem lett volna idejük, hogy megcsinálják addigra, ameddigra a VIP-k jönnek. Ezért azt mondta a Pali, hogy hát az egyetlen ember, aki tud itt... Tehát az egyetlen ember, aki azt meg tudja javítani, az lusta, és mondja, hogy ez pedig ez egy pofon egyszerű munka. Fejből meg is tudom mondani, hogy mik kellenek hozzá. Kell egy row 1 és egy stack B. Ezt gondolom nekem le kéne valóban mentenem. Utolsó ajánlók. Hogy látsz ilyen? Itt ugrik egyet a kamera. Tehát az Alien még most is ventel, de nem nagyon tud mit kezdeni, mert nincsen vent a közelünkben. Ha. Jó, se baj, hackeljünk még egyet, tetszenek a hackes minigémek. Bíp. Keresünk egy ki... Aj. Tehát. Pak, pak. Pak und pak. Jó. Meg is vagyunk. Egy készennyi adminok is vagyunk, amúgy gépeken is így működik. Jól rotyogott. Az is jól rotyog. Imádom az ilyen hatalmas basszusra rendelkező dolgoknak a hangjait. Nem tudom miért, jó érzés a fülemnek. Vagy nem tudom, I guess. Bementem oda, majdnem megfulladtam. El kellett nyomni, hogy medkitet mit nézek. Meglátom. Ott egy gép egyébként, miért nem megyünk be oda? Annyi eszem van, mint egy vakonnak, akinek nem tudom, problémái vannak. Annyi eszem van, mint egy problémás vakonnak. Hol is van a save point itt? Tehát most akkor visszanyomtuk az áramot, vagy visszanyomtuk az áramot ezek szerint, én ahhoz nem fogok hozzáérni. Előbb save-elni szeretnék itt lent valahol, hol volt a másik save point? Itt. Pontosan itt. Viszont én itt szerintem futhatnék igazából. Van futás ebben a játékban, de alig használom, mert nagyon jól tudom, hogyha nekiállok futni, akkor is jön az érjen, aztán kalap, kabát, kifli, kakaó, ami van, annak az már nincs. Tehát... Jó, nyissuk ki ezt a robotot. Lássuk. Elvileg, hogyha szépen kérjük, akkor nem bánt minket. Tehát szépen kérem. Szia, Joe. Segítségért jöttem, beep boop. Azaz.
Stagby, follow me. Okay. Just keep the noise down, okay? Yes. Menj csak. Jó, jó, jövök utánad. Oda tollak, hogy gyorsabban odaérj. Jó, 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 jó. Igen, jó. Jó, jó. Attól félek, hogy egyszer csak leszpannol az alien, aztán megrakja szegény Joe-t. Keycard. Van nálad? Nem is kell keycard. Menj, menjen uram, menjen uram. Nagyon jó. Nagyon jó. Miért érzem azt, hogy egy puzzle következik? Igen, mi kell Joe? Ennek a hátulján? Hát akkor ezt fölvisszük. Mit csinálsz? Áú! Joe, te kibaszott bohóc! Akkor holnap visszatérünk ezzel az Ikubajnok Joe-val. És akkor folytatjuk tovább. És akkor jövő héten lesz a devlog. Ezt észrevettétek, majd tegnap nem az volt. Mondtam is, hogy nem az lesz, de aki nem nézte az Alien Isolation-t hétköznapon, majd lesz devlog. Úgyhogy, csösztök, Hali! Bruh!